11 szakma műhelytitkaiba nyerhettek betekintést a bátaszéki általános iskolások azon a pályaorientációs napon, amit a bátaszéki iparosokkal közösen szervezett meg a Kanizsai Dorottya általános iskola tavaly ősszel. Gerencsér János, a bátaszéki vállalkozók ipartestületének elnöke azt mondja, hiába keltik fel a diákok érdeklődését, hiába működnek együtt az iskolákkal, ha a szakmát kitanuló fiatalok elvándorolnak. Ez ma az iparosok legnagyobb gondja. Nem itt helyezkedik el, hanem elvándorol. Külföldre távoznak. Így ezáltal az iparosság, a szakmahiány, ez azért itt nagyon komolyan fennáll. A bátaszéki vállalkozók ipartestületeinek közgyűlésén Németh László, az IPOSZ országos elnöke is részt vett. A 180 ipartestületet, mintegy 40 ezer kisvállalkozást képviselő szervezet elnöke úgy látja, komoly gond van a szakmák társadalmi megítélésével és a szakképzéssel is. Utóbbi átalakítására létrehozott szakképzési innovációs tanácsban az IPOSZ is helyet kap, és ott megfogalmazzák javaslataikat. Maga a szakmunkás képzés területét is ketté kell választani, hiszen a nagyiparnak és a multiknak nem olyan szakemberek kellenek, mint a szolgáltató szektorban mondjuk a kisiparnak. Nekik lehet, hogy elég bizonyos alapkompetencia képzés a szakmunkás terület tekintetében, és ott ők maguk továbbképzik arra a munkafolyamatra, ami legyünk őszinték sokszor nem is annyira szakmunka, hanem inkább betanított munka. A vállalkozóknak azonban átfogóbb tudást biztosító képzésre van szükségük a napi szinten változó elvárások miatt, tette hozzá Németh László. Egy tavalyi átfogó többek között a Szent István Egyetem, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével készült felmérés szerint a versenyszférából a legnagyobb hiány informatikusokból, karbantartókból, programozókból és gépkocsi vezetőkből van. Az ipar területén pedig a fizikai munkások, mérnökök, hegesztők, repülőgépszerelők és CNC gépkezelők hiányoznak a leginkább.